Magyar hangok. Forgács Péter. Tompos Kátya. Jakab Csaba, Nyakó Júlia. Csomor Csilla, Kovács Vanda, Szabó Andor. Karácsonyi Zoltán, Pap Katalin, Szabó Zsejke. Kelemen Kata, Kobela Kíra, Rostás Ábel, Vámos Mónika, Rigler Renáta, Kertész Péter, Martin Márta. Mavi szerelme. Anya! Kicsim? Miért állsz a szerelmesek közé? Hallgatóztál az előbb? Igen. Véletlenül hallottam ezt-azt. Akkor majd mindjárt letekerem a füledet, jaj! A sumák hallgatózást gyűlölöm a világon a legjobban, jaj! Anya! Szerintem segítenünk kéne a szerelmeseknek. Bosszút állhatnánk Iliászon. Te meg miket beszélsz? Milyen tervet forralsz? Szégyen! Figyelj rám! Nem merészel semmit mondani annak a lánynak, ami bajba keverheti. Hallottad? Hallod? Különben kitekerem a nyakadat. Jól van, na megértettem. Miért törődnék Szerdával? Megvan nekem a saját bajom is. Már indulok. Inkább szerez munkát! Apuka, hogy érzi magát? Jól voltam, amíg meg nem láttalak. Mit akarsz? Mondd gyorsan, hogy hamar elhúzhass. Apuka, jól tudom, hogy ma este lesz a legény búcsúja. Mert engem nem hívtak meg. Igen, mert te már nem vagy nőtlen. Ennyi az oka. De hát Alés ott lesz. Hadd menjek el, apuka, kérem. Dehogy is, Iliász, nem jössz. Jól akarok szórakozni, nem akarom, hogy felidegesíts. Ne csinálj ezt velem, apuka. Én is el szeretnék menni. Az Isten tudja, hogy mit terveznek ma estére. Valami különlegesről lehet szó. Nagyon kíváncsi vagyok. Nem mondom el senkinek, mondja el nekem. Most meg miket beszélsz? Milyen különlegesség, milyen terv? Elmegyünk vacsorázni, iszunk pár pohárkával és jövünk is haza. Ne fárasz már a hülyeségeddel! Testvér, tényleg egy tortából fog előugrani a hastáncos nő? Szerintem Ali csak tréfált. Persze, Ali biztosan tréfált. Még hogy torta, meg hastáncos. Miket fantáziálsz itt, öcsém? Hát jól van, apuka, akkor megyek is. Biztos jó lesz az unalmas este. Viszlát. Miért jártad oda nagy szádat? Miért kell ilyeneket mondani ezelőtt a pletykafészek előtt? Azt hiányzik, hogy elmondjon mindent anyáéknak, meg Szafiénak, és családi botrány legyen. Miről beszélsz? Akkor tényleg lesz hastáncos nő? Hát persze, hogy lesz, testvér. Na-na, elkövetem ugyanazt a hibát, ráadásul ugyanazzal a nővel. Ezt meg kell ünnepelni, he? Jaj, de jó lesz! Aj! Látod ezt a ruhát? Látod, hogy mennyire förtelmes? Drágám, hiába vagy hercegnő, ha az ízlésed pocsék. A helyében, ha engem venne el Vilmos herceg, gyémántokkal varratnám tele az egész ruhámat. Borzalmas. Abban igazán tündökölnél, Szafie. Hallgass ide, Mavi. Mi lenne, ha mi is így vonulnánk fel, mint a hercegi pár? Először végigmennénk az űrgüpi bazársoron, üdvözölnénk az embereket. Mint Jamal herceg és Szafia herceg. Igen. Ez szerintem egy kicsit túlzás lenne, de te tudod. Szerintem nem az. Nagyszerű ötlet. Sőt, tökéletes. Írjuk csak fel. Aj, Mavi. Most eszembe jutott még egy jó ötlet. Csak ábrándozom. Lehetne egy szép baldahin is. Tüllel kidíszítenénk, a tüllök pedig szállnának a lágy szellőben. Hát ez mennyire jó ötlet! Akkor szólok Jamalnak, hogy keresen egy szeles helyet. Alival egyszerű esküvünk volt. Persze, itt is volt egy esküvünk. De akkor ez egyáltalán nem érdekelt. Te választottad a ruhámat is. Jaj, drágám! Most nagyon meghatottál.
Remélem, hogy emiatt nekem nem lesz bal szerencsém. Mit csináltok? Szerinted? Katalin hercegnő esküvőjét nézzük. Szafia néhány dolgot lekoppint róla. Nem igaz, már én nem koppintok semmit, inkább csak inspirálódom. Rendben, akkor inspirálódsz. Megyek az egyetemre. Jó van, jó tanulást. Ali. Szegény lány nagyon elszomorodott attól, hogy látja, hogy én szervezem az esküvünket. Mégis miért? Mert sóvárog és irigykedik. Mert ti nem tudtatok ilyen nagyszabású esküvőt csinálni. Azt mondom, fontold meg, hogy megadd ezt neki. Ha te mondod? Igen. Na, mi a helyzet? Ah, te jó ég! Kérlek szépen, most ne pofozz meg! Mi a baj, kedves férjem? Ne félj, nem verlek meg! Nem tudom, csak nagyon megrémültem. Tőlem? Olyan vagyok, mint egy kis cica. Mitől félsz? Ja, tényleg olyan vagy, csak néha karmosz. Jól hallom, kedves férjed mondtál? Igen. Ugyebár még a férjem vagy, Ismet? Nagyon mérges voltam, de már elmúlt. Nagyon hiányzol, Ismet. Látni akartalak. Jó, hogy találkoztunk. Tényleg jó. Te is hiányoztál nekem. Meg akartam magyarázni, ami történt, de te nem akartál meghallgatni engem. Akkor majd most. Itt akarunk beszélgetni. Nem ülünk be valahová. Nem lenne jobb úgy? Persze, de hogy nem. Üljünk be. Sophie. Mi az, drága? Ssss! Ne fordulj felém. Csinálj úgy, mintha csak olvasnál. Jó, rendben van, de mégis mi történt? Csináld, amit mondtam. Fontos információim vannak, de nem tudhatják meg, hogy tőlem tudod őket. Jó van, drágám, hallgatlak. Sophie. Az apósom rendelt egy tortát a ma esti legény búcsúra. Jaj, hát ez nagyon kedves ötlet. Miért? Csokoládét vagy epreset? Egyiket sem. Hastáncosost. Hastáncosost? Az milyen? Miért nem érted, Sophie? Hastáncos jön ki a tortából. Mi? Sophie, most meg mit csinálsz? Oh! Ilyesz? Sokkot kaptam. A szemét. Engedj, hadd menjek oda. Megkapja magáét. Sophie, kérlek, ne csináld. Ne csináld ezt, akkor megtudja, hogy én árultam el, és össze fog verni. Ah, Ilyesz? Na várjon csak. Rajta fogom kapni, csak várjon. Hát tudod, nyuszikám. Visszamentem, hogy munkám legyen. Szép lassan akarom elérni a célom. Persze, jobb lett volna, ha nem boszorkányozott le az anyámat. Elveszítettem a fejem, Ismet. Megijedtem, hogy el foglak veszíteni. Aztán arra gondoltam, hogy az én Ismetem nem tenne ilyet velem. Bolond voltam. Remélem, meg tudsz bocsátani nekem. A fene egyen meg. Átkozott kölyök. Titokban találkoztok, de most rajta kaptalak. Gyalázatos. Pembe, megfoghatom a kezedet. Ez meg milyen kérdés, Ismet? Engedélyt kérsz, hogy megfogd a feleséged kezét. Ez igaz. Akkor add ide a kezed. Tudod, hogy anyám milyen makacs? Olyan, mint a gyöszvér. Te csak légy türelmes, meg fogom győzni, megpuhítom, majd meg fog nyugodni. Aztán visszajöhetsz hozzánk. Ki van zárva? Biztos vissza enged. Ahhoz először meg kell ölnöd. Anya! Anya, te mit keresel itt? Te mit keresel itt? Mi a fenét művelsz? Átkozott kölyök, hogy képzeled ezt? Ez csak félreértés. Véletlenül találkoztunk, és mint barátok beszélgetünk. Aha, persze, persze, hogyne. Pont úgy néztek ki, mint a barátok. Pembe, miért fogod a kezem? Nem szégyelled magad? Milyen szemét vagy, Ismet? Megint megtagadtál.
rend. Na, oda nézzenek. Fel van ékszerezve, ki van sminkelve. Méni szoknya van rajta. Á, csak nem el akarod csábítani. Abból nem eszel. Jegyezd meg többen. Nem jöhettek vissza a villába. Akkor sem, ha Iszmet a fenekén csúszik előttem. Fogd már fel végre. Édes Istenem, miket beszélek. De hát te csak ebből értesz. Én nem akarok visszamenni oda. Á, azt hiszed, most jöttem a falvédőről, kicsim. Nem, anya, tényleg félreértetted. Tényleg csak véletlenül találkoztunk Pembével. Elég már, hallgass. Esküszöm, hogy kitekerem a nyakadat. Ezért később még számolunk. Állj fel! Állj már fel! Ha. Most meg mit akar? Fogd a holmidat. Ha? Mit művel, Retika asszony? Lódulj! Hisz meg, mondj már valamit. Hová viszed? Elviszem oda, ahová való, megértetted? Oda, ahová tartozik, felfogtad? Te pedig itt maradsz. És Isten a tanom, hogy megöllek, ha elmesz mozdulni innen. Megértetted? Csinálj valamit! Gyerünk. Anya, engedd már azt a lányt, ne rángasd! Ne, Retika asszony, tényleg félreérted? Hallgass, te szégyentelen, gyerünk! Iszmet! Eldöntöttem, uraim. Tőzsdére viszem a céget. Jól van. Kérlek, bíz bennem, apa. Ez egy jó döntés volt. Így megszabadulunk majd minden problémánktól. Szóval, aláírjuk a papírokat? Igen, fiam. Kérem, itt írják alá. Iszmet úr majd később aláírja. Rendben. Majd később odaadom neki. Mire vársz, fiam? Hát, apa, nem is tudom, nem vagyok benne biztos. Miért? Arra gondolok, hogy akkor fél űrgüpnek, a tésztasütőknek is lesznek a cégünkből részvényei. Igen, viszont a részvények ára visszafolyik majd a cég költségvetésébe. Akkor nincs semmi kockázat? Nincs, Jamal, nincs. Ne aggódj, mindent ellenőrzünk. Nem tudom. Ez tényleg szükséges? Szükséges, testvér. Nézd, el kell most adnunk, hogy aztán növekedni tudjunk. Minden nagyvállalat így csinálja. Á, mi is nagyvállalat vagyunk, ugye? Hát, nincs mit tenni. Zárkozzunk fel mi is. Akkor én is aláírom. Gratulálok. Gratulálok. Hát, legyen. Szállj ki! Gyerünk, szállj ki! Gyere! Köszönjük szépen! Ne, Retika asszony, kérem, ne tegye ezt, anyám meg fog ölni engem! Na, indulj befelé! Gondoltál volna az anyádra, amikor rámásztál Iszmetre? Nézd csak meg, milyen ruha van rajtad! Ah, gyere! Jó, 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 megígérem, hogy soha az életben nem megyek többé Iszmet közelébe, csak kérem, ne tegye ezt! Kérem szépen, kérem! Te teljesen hülyének nézel engem, he? Hazug vagy! Szerinted hiszek neked? Na mozdulj már meg! Haszi be! Kérem, kérem szépen, kérem! Gyere csak ki! Haszi be! Haszi be! Na mozdulj már! Haszi be! Nem hallottad? Könyörgöttem! Haszi be, gyere ide! Gyere elő! Kérem szépen! Retika asszony, mit szeretnél? Nem kellett volna fáradnod, hogy ide gyere és értegess engem. Én már mindent hallottam, köszönöm. Ah, tessék, hazahoztam a lányodat. Vagy kösd meg, vagy zárd be, nekem mindegy. De többet ne olálkodjon a fiam körül, mint egy macska. Anya, esküszöm, hogy én nem akartam Iszmettel találkozni, csak véletlenül futottunk össze egymással. Hallgass, ne hazudozz már. Így van öltözve, és fogta a fiam kezét. Megpróbálta elcsábítani őt. Jegyezd meg. Te legfeljebb az álmaidban láthatod újra azt a villát. Miért rángatod úgy a lányomat, mint egy kutyát? Jobb, ha most bemész. Lódulj! Haszibe, esküszöm az égre. Istenre mondom, nem láttam még kapzsibb, nem láttam még gerincszelenebb lányt a világon. Én mondom neked, ha szólnék, hogy jöjjön velem, egy csettintésre velem jönne, és úgy itt hagyna téged, mint a sic. Egy percig sem foglalkozna veled. Ne sértegesd a kislányomat. Az idegrendszerem már így is a végét járja.
Az én lányom nem hagy itt engem, és nem megy sehová. Maviról is ugyanezt mondtad, ugye? Hogy veled maradna örökre. Most pedig ő is görecski lett. Figyelj csak, őt is elvihetném, ha akarnám. Aztán maradhatnál itt egyedül. Itt lehetnél öregen, betegen. De a kutya nem nyitná rád soha az ajtót. Megértetted? A szomszédait fogják megtalálni a hulládat. Az én pembém. Soha az életben nem hagy el engem. Úgy gondolod? Ez egy gerinctelen. De hát olyan a lánya, mint az anyja. De ma szerencséd van. Ma még itt hagyom őt neked, Hasibe. Anya, ne csináld, kérlek! Anya, én mindkettőnkre gondoltam. Hát, ha Iszmet segít majd visszakerülnünk a villába, hát, ha sikerül meggyőznöm őt, kérlek, hogy ne bánts engem, kérlek, kérlek szépen. És mi van azzal, hogy véletlen találkoztatok? Hazug vagy? Nekem is azt hazudtad, hogy munkát keresel. Mit csináljak? Mit tegyek? Meddig éljek még ilyen nyomorban? Felszaladt harisnyában kell járnom. Mert ugye én téged sejem harisnyában szültelek. Miért mentél azután az átkozott fiú után? Miért hozol engem ilyen helyzetbe? Miért? Anya, ne bánts! Most betöröd a fejemet. És ha betöröm, mi lesz? Talán van benne ész? Üss meg! Verj meg! Meg is ölhetsz, ha akarsz! Hát élet ez! Méltó élet ez! Te már nem vagy fiatal, nem értesz meg engem, anya! Én nem tudom elviselni a szegénységet! Én nem bírom már ezt! Anya! Anya, verj meg! Büntess meg! Gyere fenn meg! Gyerünk már! Gyerünk, anya! Nem azért sírok, kicsi. Anya, kérlek, ne sírj! Nagyon fáj, amiket Refika mondott nekem. Megszakad a szívem. Egy szóra vele mennél. Azt mondta, egy perc alatt itt hagynál engem. Nagyon fáj. Mavi elment, és te is elmennél. Én pedig itt maradok, és egyedül fogok meghalni. Egyedül. Legyen átkozott, aki ilyet mond, anya. Anya, én téged sosem hagynálak magadra, a világ kincséért sem. Ez tényleg így van, kicsi? Ugye nem hagysz magamra engem? Ugye nem? Soha. Esküszöm az Istenre, anya. Megígérem neked. Nem hagylak el. Sosem, anya. Drágám. Drágám. Anya. Mondanám, hogy örülök, hogy látom, viszont nem látom magát. Mi? Hát ez meg mi? Temetésre készül, hogy koszorút hozott?
Ja, Isten őriz, ne csinálja már, miket beszél. Csak viccelek, bútus. Jöjjön gyorsan, nehogy meglássák. Ez az öné, kisasszony. Köszönöm. Szívesen. És látja? 99 vörös rózsa. És akarja tudni, hogy miért nem 100? Miért? Mert maga a hiányzó. Maga a 100. rózsa. Köszönöm. Az ember azt gondolná, hogy maga durva ember, de igazából nagyon kedves. Igen, kívülről lehet, hogy túl keménynek tűnök, de legbelül egészen más vagyok. Azt látom. Szervet, ugye? Tényleg nincs most senki a házban. Nem, jöjjön csak be. Istenem, ez egy valóra vált álom. Oy sürmeli, sürmeli, ben bilmem ayrı yav. Virgül néni, csak nincs valami baj. Mávi, ilyenkor érzem, hogy megöregedtem. Elszállt a fiatalságom. Én mikor megyek feleségül? Elbőrülted tényleg, emiatt keseregsz? Igen, emiatt kesergek. Mert hát én is szeretnék egy ilyen partit. Szeretnék megismerni egy férfit, aztán szeretnék vele... Jól van, értjük, hát még ilyet. Ide hallgass, Mavi. Azonnal találunk neki egy férjet. Ugyan, Virgül néni, miért akarna férjhez menni? Élvezze ki ezt az időt, egy férje csak a baj van. Ja, te aztán könnyen beszélsz, te, aki már régen férjhez mentél. Azt hiszed, hogy te vagy itt a legokosabb asszony? És Szafia mégis hol van? Mi itt vagyunk, a mennyasszony hiányzik. Nem tudom, lányom, hová ment. Azt mondta, jöjjünk, majd ő jön utánunk. Jaj, Virgül, ne csináld már ezt, aja! Még a végén mindenkinek elrontod a kedvét. Ide figyelj, kapd össze magad. Mi ide szórakozni jöttünk. Ha te nem akarsz, akkor mehetsz is haza. Hát, jó van, akkor hazamegyek. Ha már szisztisz se lesz. Mi? Micsoda nem lesz? Mit titiz? Az meg mi? Az olyan... Szerintem jobb, ha nem tudjuk, Refike asszony. A szisztiz az egy olyan tánc, láttam a hollywoodi filmekben. Lánybúcsukon szokott lenni, férfiak jönnek táncolni, és letépik magukról az összes ruhát, és mesztelenül táncolnak tovább a lányoktal. Virgül, enye, hogy mersz ilyen neked beszélni? Hogy lesz ilyen szemérmetlen? Menj haza. Jobb is lesz, ha hazamész. Jó, akkor megyek is. Akkor további jó szórakozást. Ali? Uram, ha megengedi? Apuka, ezt most ígyjuk a maga egészségére. Hogy fulladnál bele, te két színű féreg. Apa, miért kellett elhozni ezt az agyalágyultat is? Fiam, illetlen lenne otthon hagyni, mikor mi itt mulatunk. Testvér, felejtsd el, ne törődj vele, csak élvezd a legény búcsúdat. Tudjátok, mit szoktak mondani? Az aglegény olyan, mint egy herceg. Az elmúlt időszakban nem tudtam kiélvezni, hogy egyedül vagyok. Most meg ilyen gyorsan megnősülök. Cemal, vigyázz a szádra, mert a Safi ezt meghallja, megölt téged. Nem tudhatja meg. Hallod, te is, picli? Tényleg megöllek, ha egy szót is szólsz neki. Apuka, hogy mondhat ilyet? Nem tennék ilyet. What happens in Ürgüp stays in Ürgüp. Mi az? Most németül szítsz engem? Azt mondtam, hogy nem szólok semmit. Jól van. Akkor jó. Na gyerünk, akkor ígyunk. Egészség, Ali. Apa, egészség, ígyunk. Egészségére, apuka. Lassan, fiam, lassan. Nem hajt a tatár. De nyugalom, apa, kérlek. Legalább ma este ne.
Ma ne szólj bele! Ismet? Mi a baj, öcsém? Szomorú vagy? Pembe úgy szerette ezt a zenét. Annyit hallgattuk ezt, és táncoltunk rá. Jaj, Ismet, ne! Ne csináld! Ma este nem lehet szomorú. Megértetted? Mindenki nevessen, mulasson, mosolyogjon! Jó, van, oké. Okay. Mosolyog, vagy felpofozlak. Azt hiszed, ez megy parancsszóra? Aha, itt van a torta. Fiúk, játszanak egy kicsit gyorsabbat. Fiam, ez meg mi? Ki fogja ezt mind megenni? Várj, apa, várj, mindjárt meglátod, mi a poén. Nem a torta. Meglepetés! Asta! Safi! Sógornőm! Safi, látod ezt? Apuka arcára fagyott a mosoly. Drágám, ezt elvennék tőlem? Istenem, ennyire részeg lennék. Ti Safiét látjátok? Igen, ez ő. Te? De miért és hogyan? Te jó Isten, csendet! Lányom, mit keresel te a tortában? Ne engem kérdezzen. Kérdezze Jamal urat. Egy hastáncos nő lett volna itt, de rájöttem, így én lettem a meglepetés. Igen, ekkor a meglepetésben soha nem volt részem, most sokkot kaptam. Tényleg? Na ne mondd, drágám. Szóval sokkot kaptál? Akkor még nem tudod, hogy most mi következik. Ide nézd, mindjárt letépem a fejed. Hey, Safia, mit csinálsz? Lecsavarod a fülemet, mint a tanárnéni a rossz gyerekeknek. Mi az, hogy hastáncosokat fogasz, Jamal? Áll. Mit képzelsz? Majd adok én neked? Ne szaladj! Megmentsük a bátyánkat, szerinted? Jaj, dehogy is! Ez jobb, mint egy hastáncos nő. Jobb kedvem is lett. Ne bújj el te! Neked most véged van! Drágám, kérlek, nyugodj meg egy kicsit. De várjunk csak, kitől hallottál a hastáncos nőről? Nem mindegy. Nem mindegy? Elég sok ember tudta, egy kis madár csicseregte, de nem egy témát váltani, te ne fuss el, Jamal, elkaplak, és kitaparom a szemed! Safi, állj meg! Safi! Ajj, te! Jó, ez a vigyázó! Drágám, nyugi! Ne fuss el előlem! Jó, figyelj, ezt velem! Hagyja! Csinálhatod! Mindenki megházasodik. Férhez megy, elválik, férhez megy már másodszorra. Én meg egyedül vagyok. Egész ürgőbben, egyedül, mint a kis ujjam. Még Szervet is itt van. Ő még itt van. Akkor majd együtt élünk, mint két magányos nő. Jaj. Tényleg én itt hagytam őt. Szegény egyedül maradt a villában. Biztosan unatkozott. Biztosan nagyon magányos volt. Mi az? Onnan jön a hang. Mi lehet ez a zaj? Az életedben. Talán ezért szeretlek ennyire. Szervet, most már van köztünk valami? Szerelmesek lettünk? Haj, ha ez a szerelem. Én ebbe belehalom. Lebuktunk. Miért buktunk volna le? Talán valami rosszat tettünk? Nem tettünk semmi rosszat. Jó ég, az asszonyom ezüstájai. Na hát, ez Jamal itala. Mi van itt, Szervet? Mi a fenét művelsz itt? Csak a gazdasági helyzetről beszélgettünk. Szerinted mégis mit csináltunk? Ülünk és filmet nézünk. Figyelj csak ide! Te meg akarsz halni? Mindjárt hazajön mindenki. Fazil úr is hazajön. Ha ezt meglátják, nagyon nagy baj lesz. Mi az? Nem lehet a házba férfit hozni? Jól van, jól van.
Gyerünk, Szejfi, el kell mennie. Refika asszony nem találhatja itt. Hát akkor én elmegyek. Jól van. Nem akarom, hogy problémája legyen. Majd később felhívom. Jó lesz így? Persze, jó lesz. Akkor jó éjszakát kívánok. Mi bajod? Most miért nézel rám így? Nem érted, hogy nem akarom elhinni, amit a saját szememmel látok? De jól figyelj! Jobb, ha tisztában vagy vele, ha ez kiderül, téged azonnal kirúgnak! Mégis honnan tudnák meg? Honnan tudnák meg, ha te nem szólsz semmit róla? Már nagyon fáradt vagyok. Lefekszem, pakolj itt össze, rendben van. Megyek. Ója, Istenem! És én még megsajnáltam őt. Hát akkor tényleg egyedül maradtál, Birgül? Elég a sírásból. Különben téged váglak fel a tészta helyett. Ne bántsa már anyuka, látja, hogy mennyire el van keseredve. Túléli! Figyelj rám! Azonnal elmész és elintézed a válást. Vége van és kész. És mostantól itthonról csak dolgozni mész. A munkából pedig haza, mert eltöröm a lábadat. Anya, azt mondod, hogy munkába is onnan haza, de nincs is munkám. Akkor hadd menjek el állásinterjúra, hogy kaphassak munkát. Majd adok én neked állásinterjút. Látod, mi volt legutóbb is, amikor állásinterjúra mentél? Akkor hogy fog munkát keresni? Igen. A lánynak nem kell munkát keresnie. Én már találtam neki. Mit? Milyen munkát? Titkárnő leszek? Hogyne, titkárnő leszel. Egy nagy vállalat vezetőjénél te leszel az első asszisztens. Na mit szólsz? Ez aztán neked való. Ez igaz, anya? Hát persze. Jaj! Hogy ti mennyire bolondok vagytok? Ismered nevivét? Igen. A mennyének van egy varrodája. Nála fogtok dolgozni. Anya, de én nem is tudok varni. Majd megtanulsz, drágám, nincs a pelláta. Mindketten ott fogtok dolgozni. Megtanultok varni, így nem lesz időtök mindenféléken gondolkozni. Megértettétek, kicsinyeim? Hadd keresek magamnak rendes munkát, kérlek szépen. Nem. Azt fogod tenni, amit én mondok neked. Ennyi. Holnap odamész és elkezdesz dolgozni, megmondtam. Fatma, én... Jaj, a szívem. Anyuka! Ti tényleg a sírba fogtok engem vinni. Ideges vagyok, most pedig fáj a mellkasom. Aj, anya, mi az? Jaj, anyuka! Üljön le, már is idehozom a gyógyszerét. Anya! Gyere, ülj le! Inkább oda megyek dolgozni, ahová mondod, csak kérlek, nyugodj meg, rendben? Kérlek. Hallgass el! Még mindig nagyon ragszom rád, Pembe. Nézd, mit tettél velem. Látod, mi történik velem miattad? Meghalok. Anya, ne mondj ilyet. Tényleg nem hiszem el, Safie. Hát komolyan hihetetlen. Hát mindent elképzeltem, de hogy tortákból ugorj elő. Azt hittem, hogy te egy érett nő vagy. Nagymama csak féltékeny volt a hastáncos miatt. Féltékeny voltam, ez talán bűn. Most már elég legyen, a fenébe is. Egész este csak röhögsz. Mit tegyek? Ha egyszer vicces, ilyen csak velünk történik. Mit csináljak, talán sírjak? Hát igen, velünk mindig ez van. Megzavarjuk a nyugalmat, még a végén kitiltanak minket Ürgübből. Nagyszerű. Szóval ez szerinted is vicces? Felnőtt emberek vagytok, szégyeljétek magatokat. Ali, hagyd már abba. Nem látod, hogy anyád ideges? Atya. És ráadásul egy ilyen pocsék tortát választottál, ragad és nem jön le. Hát igen. Olyan sokba került a hastáncos nő, hogy egy olcsó tortát választottam. Jaj, drágám, sajnállak, ilyen sokba került a hastáncos nő, és még mindig nem szégyelli magát. Safie, de te tényleg egy rendkívüli nő vagy.
Más odament volna, és egyszerűen megtépi a táncosnőt. Erről nem ő tehet. Igen, egyedül ezt kéne megtépni. Asszonyom, látnia kellett volna apuka arcát, amikor Safia előbújt a tortából. Vicces volt. Te köptél be, ugye? Ugye te mondtál el minden Safiénak, te barom. Szemét áruló. Apuka, ne csinálja, ne bántson meg. Én titoktartó vagyok, és soha nem pletykálok. Ne sértsen meg, nem vagyok áruló. Te, még hogy titoktartó, átkozott disznó. Most kitépem a nyelvedet. Mi bajod van? Még egy verekedés hiányozna mára. Neked mi bajod? Megérdemelné. Hadd verje szét a fejét a disznónak. Jól mondod, testvér. Néha neked is igazad van. Gyere te! Most véged van! Hagyd abba! Fejezd már be! Szeretni foglak halálom napjáig. Minden napunk szerelemmel teli. Ezek annyira sablonos dolgok. Ehhez Alira van szükség. Ő biztosan szebbeket ír. Ali, éppen hívni akartalak. Segítenél megírni Safia esküjét? Ez meg mi? És csak ki. Az én ruhám. Miért? Mavi. Sajnáljuk, hogy nincsenek esküvői fotóink. Hát most lesznek. Megszerveztem neked. Csak vedd fel a ruhát. Ali, itt a fátyol is. Nem hiszem el, a csokrot sem felejtetted el. Ali. Gyengelméjű vagy, vagy mi? Már százszor elmondtam, sokkal szorosabban kell meghúzni a cérnát, ez így nem lesz jó. Ha nem Hasibe néni kéri, nem vettelek volna fel téged. Szorosabban vard. Mindjárt a nyakadon fogom szorosra húzni a cérnát. Jó napot, kedvesem! Jó napot kívánok! Pembe, te itt dolgozol? Jaj, kicsike! A haragom ellenére azért nagyon sajnállak téged. Nem! Csak bejöttem megnézni az új ruhákat, Safia asszony. Ne magyarázkodj. Tudom az igazat. Egy varrónő segédje lettél. Uff, micsoda hanyatlás. A Görecski házból egy varrodába. Iliasz, kérlek. Ne rúgj bele a földön fekvőbe. A mennyasszonyi ruhája mindjárt készen van. Pembe, mutasd meg nekik, mit csináltál. Oh, jaj. Már csak a szoknya része van hátra. Oh, látod ezt? Ezt a csillogást? Pont olyan, mint én? Pontosan, Safia. Én készítettem a ruhádat, Safia. Igen, tudom. Pembe, remélem nem izzadtad össze a mennyasszonyi ruhát. Egy évnyi fizetése se lenne rá elég. Az nem fordulhat elő. A ruhának holnapra meg kell lennie. Pembe. Drágám. Te most sírsz? Nem. A munka nem szégyen. Nem. És én büszke vagyok magamra. Mert én nem vagyok olyan parazita, mint Iliasz. Hogy merészelte? Iliasz, drágám, kérlek. Ne hátráltassuk, mert a ruhának kész kell lennie. Pembe, kicsim. A könnyeid egy kicsit ráhullottak a ruhára. Tessék, itt egy zsebkendő. Tessék. Hm.
Gyere, menjünk, Ilias. Nem bírom nézni. Menjünk el innen. Jól van, Sophie. Viszlát. Jó munkát, Pembe. A volt sógornőd? Elnézést, de elég bolond vagy. Hozzámentél egy görecskihez, aztán elválsz tőle? Még ha a férjem rabszolgája lennék, és akkor sem hagynám el. Egyszer mindenért meg fogtok fizetni, görecskiék. Végignézem majd a bukásatokat.